what I'm going to say. Arra kértek engem, hogy Lukásra, mint tanárról beszéljek, hiszen 1947-ben érkeztem az egyetemre, akkor jöttem az egyetemre, akkor ismerkedtem meg Lukács Györggyel, akkor mentem először a 6-os előadó terembe, hogy filozófussá váljak, mert ha ő nincs, sose lettem volna filozófus. Tehát erről fogok majd beszélni. De mielőtt erről belefognék, azért röviden megérinteném azt az ügyet, amiért mi most itt vagyunk. A Budapesti Közgyűlés, mint tudjuk, eldöntötte egy ellenszavazattal és egy tartózkodással, hogy Lukács Györgynek az itt álló szobrát le fogják bontani. Ez a döntés, hogy más nem mondja, olyan abszurd volt, hogyha nem lenne szomorú, akkor nevetséges lenne. Ez a kormány és azok, akik hozzá tartoznak, ideológia okokból építkeznek és pusztítanak, akkor azt a szobrot vitették el, ami nekik nem tetszik, és azt a szobrot állítják fel, ami nekik tetszik. Tehát a szobor állítás és a szobor pusztítás tökéletesen közvetlen ideológiai céljakat szolgálja. Ami annyit jelent, hogy visszaérkeztünk a Kádár korszakba, ezt már megéltük, már Rákosi korszakban is, ezt már egyszer megéltük, déjà vu élményeim vannak, már nagyon sokszor álltam lerombolt szobrok helyébe, új szobrok felállítását, sokszor tapasztaltam, mert nem is voltam ott, úgyhogy azt hiszem, hogy nagyon csúnyán ismételjük a történelmünket. Lukács Györgynél a kifogás az volt, hogy kommunista volt természetesen, ezen az alapon persze Nagy Imre szobrát is le kéne bontani, József Attila szobrát is, persze lehet, hogy erre majd egy jobbikos képviselőnek a javaslatára sor is fog kerülni, hogyha nem állunk ellent ennek. Hozzá kell tennem, hogy Lukács György esetében nem csak a kommunizmusa, hanem zsidó volta, és alkalmassá tette arra, hogy hát bűnbakként szolgáljon, és hogy ezen statuálják azt, hogy ők jó magyarok, meg jó jobboldaliak, meg jó konzervatívok, hogy ezt a szobrot eltávolítsák. Miután most elmondtam, erről mások is fognak beszélni, rátérek a tulajdonképpeni kérdésre. Tehát Lukács Györgyöt 1947-ben ismertem meg. Akkor kerültem az egyetemre, fizikus akartam lenni, fizikai órákat hallottam, mikor az akkori boyfriendem azt mondják, később első férjem elvitt Lukács Györgynek egy órájára. Ez az óra, ennek az órának a témája a következő volt, a történetfilozófia, történet, hogy így mondjam, Kanttól Hegelig. Azonnal beleszerettem, nem Lukácsba, hanem a filozófiába, és magamat is filozófusnak választottam. Attól kezdve ennél maradtam, és ezt csináltam egész életemen keresztül. De ott érjek vissza Lukács személyiségére. Én akkor azt nem tudtam, de később rájöttem, hogy voltak éppen Lukács György egy 1947-48-as Magyarországa visszavitte a század elő Magyarországát. A század elő Magyarországa kulturálisan Európa centrum, majdnem Európa centruma volt, nyugaton lehetett volna. Zenében, ugye Bartók zenében, a nyugattal, a nyolcszak festészetében, Lukács György filozófiájával, és az ott akkori költészettel, egy Adival, Boriccal, Kosztolányval, mindezekről írt Lukács fiatalkorában, mindezekről írt, mindezeket üdvözölte, az európai kultúrák igazán centrumában álltunk. Igazán gondolkoztunk akkor. 1919 után, a Horthy korszakban, teoretikusan, filozófiában legalábbis egy sötét korszak következett. Voltak becsületes emberek, Kornis Gyula például becsületes, konzervatív volt, de filozófusok nem voltak, nagyon gyengék voltak, nagyon harmadrendűek voltak, de elveszett mind az a mag, amit Lukács és a többiek a 20. század elején elültettek. Lehetősége volt, nyúlt arra, hogy ezt lássam, hogy milyen hatást tesz mondjuk a filozófia és a művészetek egyik fővárosára, Párizsra,
ez a korszak. Láttam egy kiállítást 5 évvel ezelőtt, a kiállítás cím Allegro Barbaro volt, és Bartók és a 8-ak voltak kiállítva. És mindenki észrevette, hogy az múlt század elejének magyar kultúrája, a kultúra csúcsánál, akkori franciákat, mostani franciákat hallatlan érdekelte, amit akkor Magyarország produkál. Lukács György ezt hozta vissza nekünk. Visszahozta azt a gondolkodást, ami veszendőben megy. Visszahozta azt, hogy Kant megint fontos legyen, hogy Hegel megint fontos legyen, hogy egy esztétikai kérdés hogyan lehet voltaképpen mondjuk elemezni, hogy lehet azon elgondolkozni. Első szemináriuma Kantnak a ítélőrű bíróállata volt, én fordítottam le magyarra, mert ugye németül nem tudott akkor senki se olvasni, hál' Istennek a fordítás nincs már a kezemben, és a második szemben Hegel esztétikája. Előre meg kell mondani önöknek, a bűne Lukácsnak egyik az, hogy marxista volt. Az egyetemen 1947 és 53 között, sőt 56-ig, az esztétikai tanszéken tilos volt Marxot előadni. A filozófia tanszéken tilos volt Marxot előadni, mert volt egy marximus-leninizmus tanszék, és az adta elő. Tehát mi kizárólag klasszikus filozófiát tanultunk Lukács Györgyön. És ő csinálta meg Magyarországon a filozófiai kultúrát. Lukács nélkül nincs budapesti iskola. Budapesti iskola nélkül nincsenek unokák sem. Anélkül Markus Gyura nem tanította volna a következő generációt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Minden, ami filozófiában történt azóta, az mondjuk Lukács György köpenyéből jött elő. Azok, akik olvasták és olvassák, ezt pontosan értik és értékelik is. Hozzátesz, hogy akik a szobornak a lebontásán dolgoznak, azok bizonyára feltézem egyetlen sort nem olvastak Lukácsnál, mert hiszen a műveletlenség manapság erénynek számít, mondtam kitüntetésnek számít, és a kultúra bűnnek számít, attól lehetőleg meg kell szabadulni, mert a kultúra valami olyan, amelyik nem szereti soha hatalmat, ennek mert mindig ellenhatalmat képvisel. És ez igaz. A kultúra bizonyosan mindig ellenhatalom, és az a jó hatalmak megosztásában, hogy ilyen ellenhatalom létezik. Ha ezt az ellenhatalmat eliminálják, szimbolikusan, mert ez csak szimbólum, szimbolikusan eliminálják, akkor ezzel a társadalomnak a büszkeségét pusztítják el. Még egyet, Lukács György magyar filozófus volt, már nagyon sokat németül írt. Fiatal korában minden magyar jelenségről beszélt. Beszélt, mondom, írt Kosztolányiról, írt Babicsról, Adiról igen sokat írt, írt a 8-akról, írt Móriczról, írt Kafka Margitról. Az egész magyar kultúrát értelmezte abban az időben. Magyar filozófusként bontjuk le most a szobrát. Akik a nemzeti büszkeségről beszélnek, aznak fogalmuk nincs arról, hogy mire lehet büszke egy nemzet. Mondjuk Németországgal példálozom. Ugye Lukácsnak az is bűne volt, hogy marxista volt. Nem csak Berlinben, Marx Károlynak 2 utcája, vagy útja van. Nagyon sok városban van útja. Van archívuma, van múzeuma. Mindenütt tiszteletben tartják. Engelsznek még Bécsben is van egy utcája vagy tere. Ugye kérem szépen, tudják, a németek tudják azt, mert megtanulták, hogy Marx Károly német filozófus volt, és ezért németet, mi németet is dicsőítik, fenntartják, művelik, és hát mondjuk intézményeket tartanak fel. Lukács György magyar filozófus volt, de úgy látszik a magyar kormányzatnak, magyar kultúrának, a magyar filozófiára nincs szüksége. Lukács Györgyre nincs szüksége, a kultúrára nem büszke, és semmire nincs szüksége, ami gondolkodással függ össze. Tehát ez egy szimbolikus tett. Lukács György szobra nem csak Lukács György szobra, hanem a gondolkodás szobra is. Az ő szobrával együtt a gondolkodást pusztítják el a kormányzat, nem csak Budapest főváros, hanem a kormányzat maga kijelenti, hogy kultúrára, gondolkodásra egyáltalán nincs szükség. Ha nem gondolkozunk, akkor papagájok vagyunk, akkor csak papagájként ismételjük azt, amit nekünk mondanak, és mi sem hasznosabb ennek a kormányzatnak, és ebben a pillanatban Budapestnek is, mint azt, hogy papagájoként utánuk mondjuk azt, amit akarnak. Zsuzsa már
hivatkozott arra, hogy az olimpia esetében megtört ez a szellem, alatt felléptek fiatal emberek, akik nem veszik lelkükre azt a koncepciót, hogy minden szabad gondolatot le kell törni, és hát mondjuk legalább háttérbe kell szorítani. Önök közül nem is a fiatal és sok idősebb ember van, az idősek is álljanak be ebbe a sorba, az idősek, akik itt vannak, már beálltak ebbe a sorba, de gondolom azok, akik nincsenek itt, azok még mindig beállhatnak abba a sorba, és visszaszerezhetik a gondolkodás szabadságát. Egyszer valamikor egy Don Carlos színű drámában, ugye egy Póza Márke nevű úr odafordult a királyhoz, és azt mondta neki, adja vissza nekünk a gondolkodás szabadságát. Mi nem fordulunk királyokhoz, ne királyok adják nekünk vissza a gondolkodás szabadságát. Mi gondolkozunk szabadon, és ha már szabadon gondolkozunk, már ezzel a gesztussal is visszanyertük a gondolkodás szabadságát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm.